Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban Vital Lasard a Lisboa című játékának az egyszemélyes előkészületeit fogom bemutatni. Na, hát végre elérkezett ennek is az ideje, asztalra került a Lisboa. Tudom, hogy sokat kellett erre várni, ezért így utólag is elnézést kérek, de a lényeg, hogy most már itt van, asztalra tesszük és játszunk vele egyet. Úgyhogy én nem is nagyon szeretném húzni túlságosan az időt, szerintem akik vártak erre a játékra, pontosan tudják, hogy miről is szól a játék, hogy mire lehet számítani. De azért engedjétek meg nekem, hogy pár szóban azért összefoglaljam, hogy azért miről is van itt szó, azok számára, akik talán nem ismerik a játékot, vagy akik most ismerkednek a játékkal, vagy akár Vital Lacerdának a játékaival. Ugye Vital Lacerdáról azt érdemes tudni, hogy igencsak komplex játékokat készít, a Lisboa is egy ilyen, viszont nagyon-nagyon tematikusakat, szintén egy jó példa erre a Lisboa. Na most ebben a játékban az 1755-ös évre fogunk majd visszamenni Lisboa városába, amikor is hát igen, csak komoly katasztrófa sújtotta a várost, hát nem is egy, hanem rögtön három, mert hogy volt egy hatalmas nagy földrengés, aztán jött egy cunami, majd pedig a város lángokban állt 3 napig, ha jól emlékszem. Szóval a város majd, hogy nem a földdel lett egyenlővé. Nekünk, befolyásos nemeseknek majd az lesz a feladatunk ebben a játékban, hogy támogassuk a főépítészt, a minisztert és a királyt abban, hogy újjáépítsük a várost. Hát nagyjából erről szól majd ez a történet. A játékot 1-től 4-ig lehet játszani, mi természetesen most is az egyfős változatot fogjuk kipróbálni. Na, hát akkor ne is húzzuk nagyon az időt, nézzük, hogy mi van ebben a nagy dobozban. Már is indítom az órát, ahogy azt szoktuk. És akkor nézzük. Hát az látható, hogy a doboz nem csak nagy, de nagyon szép, tehát maga a grafika. Egyébként most is, mint mindig, Ian O'Toole a grafikus. Szerintem erre aki ismeri Vital Lacerdának a játékait, arra az rájött, meg hát látszik is egyébként, majd fogjátok látni a táblán is. Na, van nekünk itt egy, hát jó nagy és vastag szabály. Most annyiban másabb ez a játék, hogy az egyfős játékszabály az egy külön lapon van, valamint van itt még egy lap, itt a ilyen Kickstarter add-on, tehát ilyen kis plusz kiegészítők vannak a játékhoz. Ezek igazából az újrajátszhatóságot növelik, meg inkább ilyen deluxe komponensek, stb. Majd fogjátok látni. De nem fogunk mindent használni ebből egyébként. Itt van a főtábla. Hát igen, ez egy igencsak komplex játék lesz. Itt nem ilyen kis pici játékos segédletekről van szó, hanem konkrétan ilyen kis füzetekről. De ezt is fogjátok látni. Van még egy plusz tábla egyébként, ez már ezzel a Kickstarteres csomaggal jött. Tehát annak a része. Mondjuk nem tudnám mindenről megmondani, hogy mi, hogy, merre. Mert hogy melyik része annak, meg melyik nem. De ezt nézzétek el nekem. Na, és akkor itt van a beltartalom, hát van itt minden, kártya, token, aztán mindenféle falkatrész, vannak itt zsákok, amire majd szükségünk lesz. Na most nekünk két főre kell előkészíteni a játékot, ugye most is Lacerda lesz a ellenfelünk, viszont kell majd egy harmadik játékos jelölő is, tehát egy harmadik szín is. Itt vannak a törmelék kockák, egyéb jelölők. Itt vannak a kártyák. Hát most megpróbálok mindent is kiszedni a dobozból, amit lehet, aztán ezt félretenni. Ez egy ilyen plusz kiegészítő, később jött ki, ezt még most nem fogjuk használni. Azt mondja, hogy itt vannak a rendeletkártyák. Aztán lehet, hogy gyorsan ebbe a fehér kis zsákocskába berakjuk ezeket a lapkákat. Ezek itt a papságlapkák. Amúgy is itt lesz a helyük. Szóval előre szólok, hogy én nem olyan sorrendben fogom itt a játékot előkészíteni, ahogy a szabályban benne van, hanem ahogy emlékszem rá, hát már igen csak régen volt előkészítve, úgyhogy bízom benne, hogy túl sok hibát nem fogok elkövetni. De bármilyen hiba lesz, majd a végigjátszásra azt mindenképpen azért korrigálni fogom, meg majd el fogom mondani. Itt vannak nekünk ilyen középületek, ezt addig félretesszük. Na most ezek a lapkák, vagy hát ilyen tokenek, amik itt vannak, meg ezek, ezek tulajdonképpen megint csak ez a Kickstarter kiegészítő, amivel az újrajátszhatóságot lehet növelni, majd el fogom mondani, hogy hova lehet őket rakni, mi most ezeket nem fogjuk használni. Itt vannak a ilyen tervrajzok, amiket ugye a főépítész, pontosabban annak a segédei készítettek. Még több ilyen lapka. Jó. Itt vannak a város lapkák. És szerintem ezzel már most majdnem minden is megvan. Ezeket kivesszük.
És akkor igazából hát egy játékos táblára lesz szükségünk. Hát, ahogy láthatjátok, van nekünk inzertünk, ilyen igencsak érdekes megoldás. Egy ilyen táblára lesz szükségünk. Na most, mit áll a játékra? Azt el kell mondani, hogy szokott lenni inzert, de nem mindig a leghasználhatóbb, és sajnos most is ez a helyzet. Tehát hiába van inzertünk, tulajdonképpen ugye a pénzt kéne kezelni, meg itt vannak ilyen áruk, ezt is kéne kezelni, viszont nem úgy vannak megcsinálva ezek az alkatrészek, hogy könnyen úgymond elférjenek az asztalon, mármint olyan értelemben, hogy elég sok plusz helyet foglalnának. Szóval én ezért haragszom. Nem ez az első játék egyébként, amiben az insert nem a legjobb. Tehát van összerakni a játékot, meg elpakolni nagyon jó, de funkcionalitását tekintve úgymond nem nagyon támogatja a játékot sajnos. Na, majd mindjárt, hogyha kell, majd visszatesszük. De egyébként nem ez volt az első játék, aminél, tehát ez volt, hogy nem volt túl funkcionális. Ha jól emlékszem, a Kanban, vagy az Onban is ilyen volt, viszont ott ugye, ha jól emlékszem, valamelyiknél megoldották ezt később. Hát nem tudom, hogy ennél történt-e ilyen. Na, minden esetre itt van Lisboa városa, itt a főtábla, és lehet benne gyönyörködni Ian O'Toole munkájában. Tényleg nagyon szép. Hát ezt megpróbálom valahogy így ide középre bepozícionálni. Na most kétfős játék esetén erre a sorra nem lesz szükség. Egyébként itt lesz majd a város újjáépítve, és ide kellenének azok a plusz tokenek, amikről meséltem. Ide a kör, ide pedig a négyzet tokenek. Tehát ezekre. És akkor így lehetne variálni itt a bónuszokat. Mi most ezekkel fogunk játszani. Jó. Itt vannak ugye a nemesek, akikről beszéltem. Őket kell majd támogatnunk, vagy hát ők fognak minket támogatni, úgymond. Ide jönnek majd a rendeletkártyák. Nem is tudom hirtelen, hogy mivel kéne kezdeni. Azt mondja, hogy itt vannak nekünk ezek a lapkák, ezek ugye a középületek. Ezeket meg kell keverni. Egyébként két oldalúak. Ugye ezt a egyik ilyen építésznek a segédje tervezte, ezt meg a másik, tehát van kék meg zöld. És miután megkeverjük ezeket, egy ilyen stócot készítünk, megfelezzük a paklit, és akkor az egyiket megfordítjuk, és akkor az egyik jön majd ide, a másik pedig ide, és akkor egyet-egyet ide kiteszünk a kínálatba. Jó, na ennyivel már meg vagyunk. Aztán, ugye itt majd lehet pontokat szerezni, hogy építgetni fogjuk itt a dolgokat, és az, hogy mennyit, ugye itt a pont egyébként a paróka lesz. Tehát bárhol ilyen parókát láttok, az lesz majd a győzelmi pont is. Ezeket meg kell keverni, és véletlenszerűen kell majd ide rakni. Arra kell majd figyelni, és itt majd korrigálni is lehet, hogy szükség lesz, hogy nem kerülhet egymás mellé két ugyanolyan értékű. Tehát most ezt így elcsúsztatom, és akkor ez így fog kinézni ebben az esetben. Mondjuk az sem kerülhet akkor oda, mert az is egymás mellett van. Akkor még tovább csúsztatjuk. Jó. Ezzel meg vagyunk. Van itt még pár ilyen jelölő. Itt lesz a kincstár. Hát ezt így kéne rakni, de mivel tényleg annyira jól ki van dolgozva, igyekszem azért újra rakni a dolgokat, hogy azért ti is lássátok, hogy tényleg milyen jó kis alkatrészek vannak. Rakunk egy papot, vagy nem tudom, bíboros, vagy mi annak a neve. És akkor itt vannak az áruk, hogy majd mennyit fognak érni. Ugye ez is már a ilyen plusz, ilyen deluxe, deluxe úgymond, ez a Kickstarteres ilyen plusz kiegészítő, hogy ezek a tokenek, itt ilyen vinyette van rajta, és akkor az egyes dolgoknak az ára, mert hogy mennyit érnek, ugye vannak ilyen eszközök, könyvek, kelmék, meg arany. Az eredetiben egyébként ilyen kis sima korongok voltak itt, tehát a színükkel jelölték, de így most már sokkal jobb. Na, ezzel meg vagyunk. Azt mondja, hogy mivel folytassuk. Gyorsan még ezeket a lapkákat itt előkészítem. Ugye ezek lesznek itt a építész segédjeinek a tervrajzai. Ezekkel lehet majd megépíteni azokat a középületeket. És ez úgy néz ki, hogy van ugye két stóc, és sorrendbe kell őket rakni, annak függvényében, hogy mennyi ilyen hivatalnok van ezeken. Most nézem, hogy össze is vannak keveredve, úgyhogy most egy kicsit el kell ezzel bíbelődni. Hát annyi baj legyen.
Azt mondja, hogy ez megy akkor alulra, és akkor jön rá ez. 3. Jó, bocsánat, még ez is ilyen nagy. Mármint ugyan értem, hogy sok van. Oké. Még egy 3-as. Tehát az a lényeg, hogy felülre kerülnek azok, ahol kevés hivatalnok kell, alulra pedig azok, ahol sok. Mennek a 4-esek, 3-asok, 2-esek, és akkor tulajdonképpen ezek majd ide jönnek. Jó. Hát itt vannak ezek a városlapkák, tulajdonképpen ezeket csak simán ide, egyet-egyet. És akkor a többit csak így odarakjuk majd mellé. Még egyet ide rakunk. Igazából ez ennyi lesz. Jó, na most azt mondja, hogy hát lehet, hogy ezt a részt most be kéne fejezni. Vannak ilyen törmelék kockák, és van nekünk egy zsákunk. Ebben most be kell rakni ezeket a törmelék kockákat. Ezek fogják tulajdonképpen jelképezni ugye a katasztrófát. Pontosabban ugye a különböző a katasztrófának a úgymond a amit ilyen törmeléket, hogy a neve is mutatja. Hát ez ugye a cunami után, ez a tűz, ez pedig ugye a földrengés utáni törmelékek. És akkor az a lényeg, hogy itt lehet látni ezeket a helyeket. Na most ezeket kell itt nekünk feltölteni itt végig, meg itt is. Ott is végig, tehát igazából itt is. Megkeverjük, kavarjuk, és akkor... Itt nincs egy igazából szabály, hogy most hogy kerülhetnek le. Az a lényeg, hogy véletlenszerűek legyenek. Jó. Lehet, hogy most csak gyorsan odarakosgatom, aztán majd elrendezgetem őket játékra. Így, és akkor igazából már csak itt a szélső hármasokat kell. Kettő jön, és akkor még jön ide is. Egy, kettő, három, egy, kettő, három, be is jön három, végül egy, kettő, három. Jó, és akkor ide kell még húzni plusz 6-ot. Kettő, három, négy, öt, hat. És hát nyilván most marad valamennyi, ugye, mert hogy egy sor kiesett, úgyhogy a maradékot szépen visszatesszük a kis zacskójába. Erre már nem lesz most szükség. Ezzel meg vagyunk. A zsák még éppen jól jöhet, hogyha valamit itt még majd kell esetleg randomizálni, majd mindjárt meglátjuk, mert még lesz valami. Jó. Akkor ezzel meg vagyunk, jöjjenek akkor a kártyák. Na most vannak itt nekünk hajókártyák, mindegyikből, ha jól emlékszem, 3-ban, viszont kétfős játék esetén mindegyikből egyet kell használni, és tulajdonképpen itt, ahogy említettem is nektek, 1755-ről indulunk, és igazából itt különböző korszakokat fogunk majd végigjátszani, egészen 1777-ig. És akkor az első két hajó az jön ide, és majd lesz egy korszakváltás, úgymond, akkor majd ez a másik kettő fog ide kerülni, tehát majd lecserélődik. Addig pedig félre lehet rakni. És ugyanígy vannak egyébként a kártyák is, hogy az egyiket az egyik korszakba fogjuk használni, a másikat a másikba. Most jelen esetben ezzel fogunk kezdeni, ugye 1755-től 1757-ig. Ezek lesznek majd úgymond a kezdőkártyáink. Ezek pedig majd oda fognak kerülni, mindjárt mutatom, hogy hogyan.
Most a kezdőkártyákat megkeverjük. Kapunk majd 1, 2, 3, 4, 5 lapot. Majd még erre szükség lesz egyébként, úgyhogy most még csak ide teszem félre. De azt majd lehet, hogy még az egyfős játéknak az egyéb ilyen dolgait majd a végigjátszás során fogjuk majd megcsinálni, mert ami így a Lacerdához Lacerdára vonatkozik, meg ilyen egyéb dolgok. Na most van nekünk ez a másik pakli, hát most szét kéne válogatni ezeket, ha megnézitek, itt a hátoldalukon vannak ezek a ikonok. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kártyák, például ez a kincstárhoz tartozik, aztán ez a építészhez, akkor itt a miniszterhez, és végül ugye a királyhoz. Ezeket most szét kéne szortírozni, és mindegyiket külön-külön megkeverni, és akkor ezekre a helyekre rakni. Én úgy szoktam, hogy rendesen megkeverem az egész paklit. És akkor igazából csak simán szétszortírozom, és akkor így már úgy vezem, hogy akkor ez meg van keverve. Ez jön ide, ide, király, király, kincstár, kincstár, ez is miniszter, király, ezek jönnek ide, ez is miniszter, építész, építész, miniszter, kincstár, király, kincstár. Jó. Ezzel meg vagyunk. És tulajdonképpen a legfelső lapot szépen felfordítjuk mindegyiknél. Oké. Okay. Hát van nekünk még egy ugyanilyen paklipáros. Tehát amikor majd mondtam nektek, hogy lesz ilyen korszakváltás, akkor tulajdonképpen az a pakli, azok a kártyák lekerülnek majd, úgymond le lesznek cserélve erre, ezt addig ide félretesszük, valamint a kezünkben lévő kártyák közül is majd cserélve lesz erre. Ugye ezeket addig csak simán ide lehet félre tenni, és akkor majd ott el lesznek. Jó, akkor igazából ezzel meg vagyunk. Itt a papság lapkák közül itt megkeverjük ezeket, és akkor ide mindenhova rakunk egyet-egyet a csempékre. Valamint kapunk mi is kettőt, amik közül majd egyet kell választani, tehát megtartani. Majd meglátjuk, hogy melyik lesz az. Többi pedig majd itt lesz a zsákban, hogyha szükség lesz rá. Jó, akkor ezzel meg vagyunk. Ez a több hajó kártya, erre nem lesz szükségünk. Ez mehet vissza a dobozba. Na, azt hiszem, hogy talán még itt a kártyákat, ezeket is megkeverem. Hát annyi most ki kéne válogatni egyébként azokat a kártyákat, amelyek kétfős játék esetén nem lehet használni, ezek meg vannak jelölve, most nem tudom, hogy ki kéne, tehát így vannak megjelölve, nem tudom mennyire látszódik, majd meg fogom esetleg mutatni, amikor végigjátszás van. Lehet, hogy addigra kiveszem majd a pakliból, most ezzel nem húznám az időt. Vagy pedig, ha elfelejtem kivenni, majd miközben játszunk, amikor kijönnek, akkor majd azokat mindig félretesszük. Igazából itt kell nekünk egy kínálat. Ezek lesznek a rendeletek. Hát tulajdonképpen ezek a rendeletek, úgy tekintsetek ezekre, mint ilyen célkártyákra, tehát a játék végén komoly győzelmi pontokat lehet ezek után szerezni, feltéve, hogyha a rajtuk lévő feltétel teljesül, és itt nyilván mi vesszük ki azt, ami nekünk tetszik majd a játék során. Jó. Tulajdonképpen ennyi. És azt nézem, hogy itt már majd, hogy nem minden megvan. Na most vannak itt ilyen kezdő tervrajzok, ezek ugye a játékosokhoz kerülnek. Én kapok egyet, és akkor annak függvényében, hogy most milyen, jön, igazából ez ide jön, és akkor Lacerda fog kettőt kapni, egy pedig megy vissza a dobozba, hát hogy most csak ide, vagy nem is tudom, ide félreteszem. Na nézzük akkor a játékos jelölőket. Ez a harmadik, ez arra kell, hogy itt lesznek a hivatalok, és egy hivatalnokot be kell rakni mindenhova.
ők csak így foglalják a helyet. Hát nem tudom, mennyire fognak látszódni, hogy rakja mit, csak akkor nem nagyon fognak elférni, hogy majd valahogy megoldjuk. Egyébként korábban ilyen kis pici meeple-ök voltak, tehát ezek is már ilyen felturbózott alkatrészek. Na minden esetre ezzel leszünk mi. És akkor nézzük, hogy mi minden van itt, mert jó sok, sok minden. Csak így ide kiszórom. Azt mondja, hogy itt vannak a hivatalnokaink. Ezek a hivatalnokok jönnek ide. Szépen sorba ide rakjuk őket. Egyet majd be kell raknunk a miniszterhez. Így. És akkor egy jön ide a miniszterhez. Majd egyébként oda a szerdának is. Azt hiszem ez két fős játék esetén van így, hogy egyet-egyet be kell rakni. Hát, ha már túl sok lesz, akkor lehet, hogy fel fogom őket állítani, majd meglátjuk. Aztán vannak itt nekünk ilyen házikók, na majd ezeket fogjuk megépíteni itt a városban. Azt mondja, hogy ezek jönnek ide. Ezek ilyen üzletek lesznek majd, hogyha sikerül őket megépíteni, és akkor majd termelni fognak nekünk, hát ezeket a dolgokat, annak függvényében, hogy hova fogjuk őket rakni. Akár könyvet, kelmét, aranyat, vagy eszközöket. És ez jön ide. És akkor vannak nekünk még ilyen kockáink. Hát ez tulajdonképpen itt a raktárunkat fogja úgymond jelenteni, hogy majd fogjuk bővíteni. Itt tulajdonképpen arról lesz szó, hogy miközben építjük a várost, tulajdonképpen a törmeléket is fel fogjuk használni a saját dolgainkra. És akkor majd mikor itt ténylegesen itt a törmelék kockák lesznek, akkor egy kockát, ha kijön majd így egy oszlopba mindegyikből egy-egy-egy, akkor egy kockát levehetünk, és majd odaadjuk a miniszternek, hogy milyen ügyesek voltunk, és majd azért cserébe el lehet venni innen ilyen rendeleteket. Jó. Na, tulajdonképpen ennyi a itt a mi részünk, mármint ugye a egyéb dolog. Na most még ugye kell nekünk minden egyes ilyen áruból egy, ugye itt arany, könyv, azt mondja, hogy ilyen eszköz, meg kelme. Ez még jön ide. Hát ezt majd kitalálom, lehet, hogy ezt majd valami bele fogom rakni, és akkor majd itt oldalra teszem. Jó. És akkor még egy valami van, amiről megfeledkeztem, majdnem. Vannak még nekünk itt ilyen tokenek. Ezek ilyen, bocsánat még, ugye ezek. Hát ezeket csak ide fel kell rakni az egyik helyre. Aztán itt van ilyen befolyás jelölőnk, ez jön ide, mi fogunk kezdeni. Ez a befolyás jelölő. Tehát úgymond, mivel mi kezdünk, ezért a négyes helyre kell menni. Lasszáda majd az ötösről fog kezdeni. Ez a paróka jelölő pedig, hát tulajdonképpen a győzelmi pont jelölő. Ötről indulunk. Tehát onnan. És tulajdonképpen Lasszáda, ha jól tudom, ezeket a hivatalnokokat ő is megkapja. Tehát ő neki nincs táblája, megkapja a hivatalnokokat, ugyanúgy van neki ugye győzelmi pontja. Most megmondom őszintén, erre nem emlékszem, de szerintem ilyet is kap. Jó, ha jól emlékszem, hát most a kockáiban nem vagyok annyira biztos. Ide rakunk mindent, aztán majd, ami nem fog kelleni, majd visszavesszük. Ezekben majdnem biztos vagyok. Meg annyi, hogy neki majd lesz segédje, tehát majd itt egy ilyen segéd fog majd mozogni, majd azt is mennyi elővesszük, és akkor jó lesz neki egy ilyen emberke. Egy ilyen, vagy egy hivatalnok, vagy pedig innen kivesszük az udvaroncát, aki ugye nekünk ott van. Nézem, hogy hol van? Itt van. Lehet, hogy majd ezt fogjuk használni, majd meglátjuk. Jó. A házakra arra szükség van, mert azt ő is meg fogja majd építeni. Tehát ugyanúgy fog ő is ilyen üzleteket
Igazán igencsak hatékony módon, ami azt illeti. Hát nem ígérem, hogy győzni fogunk, azt már előre szólok. Nagyon-nagyon régen játszottam ezzel, és hát akkor is azért igencsak kemény csatározások voltak. Na, ami még van, itt vannak ezek a udvari szívességlapkák. Na most minden típusból annyit kell kivenni, ahány játékos van, tehát ugye kettőt, ugye külön szívességet lehet kérni mindenkitől, külön a királytól, az építésztől, a minisztertől, akkor mindegyikből kettő-kettő, így, a többire nincs szükség, és most tulajdonképpen véletlenszerűen kéne egyet-egyet adni nekem meg Lacerdának, úgyhogy lehet, hogy most a zsákot erre felhasználom. Húzunk egyet neki. Azt mondja, hogy ő király. Nekünk pedig lesz egy szívességünk az építésznél. Ez jön ide. És akkor az összes többi token pedig hát oda kerül hozzájuk, mert nyilván az az ő dolguk, hogy majd kinek adják, de majd minden esetre ezeket majd meg fogjuk tudni szerezni a játék során is. Jó. Hát gondolkodom, hogy mi az, ami, hogy miről feledkeztem meg esetleg, majd ebből még választanunk kell, meg mint említettem, majd még annyit fogunk majd csinálni, hogy ugye van ez a segéd, majd őt is le kell helyezni valahova, az annak függvénye lesz, hogy amit félretettünk, paklit majd fel kell fordítani, és akkor oda kell rakni, és akkor egyébként majd egy ilyen épületet, egy ilyen középületet majd le kell rakni alapból, azt majd azt fogja megmondani, hogy hova rakjuk, tehát ezt majd mind el fogom mondani a végigjátszásnak az elején. Igazából most így az alapok, ha jól emlékszem, megvannak. Tehát a jelölők helyén vannak, a kártyák ott vannak, a hajókártyák is itt vannak, megfelelő sorrendben vannak, mert itt azért fontos a sorrend. A kincstár jelölő, az eszközöknek, pontosan az különböző dolgoknak ugye az, hogy mi mennyit ér, a törmelékeket, azokat majd igyekszem egy kicsit jobban beigazítgatni, akkor itt vannak a lapkák is, úgyhogy én szerintem állítom is le az órát. Már csak azért is, mert amúgy is elég sokat beszéltem, tehát egyébként lehet, hogy 20 perc alatt is össze lehet ezt rakni, ahhoz képest egyébként, hogy megnézzétek, hogy mennyi minden van. Csak most tényleg, ahogy beszélgettem, stb., úgyhogy az 5 perc most, amíg még átnézem, talán nem kéne, hogy menjen. De szerintem egyébként rendben vagyunk, tehát itt is majd ez megvan. A tervrajzunk megvan, hivatalnokok ott is megvannak, úgyhogy, ja, én szerintem megvan minden. Úgyhogy ami nincs, azt majd külön el fogom mondani a végigjátszásnak az elején. Úgyhogy igazából ennyi lenne az előkészület. Hát általában ilyen szokott lenni ugye a Vital Lasardának a játékai, tehát nagy, sok alkatrész, minden ide oda amoda. És mit említettem nektek, azért ezt engedjétek meg most megint elmondani, tehát hogy mert engem egy picit egyébként zavar ez a dolog, hogy ténylegesen van inzert a dobozba, de amit látjátok az esetek nagy részében, a Galerist esetében is, a Vinyós esetében is, a Kanban esetében is, a Mars esetében is, hát nyilván ami meg nem oldották, de nem nagyon támogatja az inzert. Tehát pedig mennyivel könnyebb lenne, hogyha mondjuk ténylegesen ezeket ide ki lehetne rakni, és akkor sokkal könnyebben el lehetne rakni, mert nyilván ott már az, hogy most hogy tesszük vissza, csak összerakjuk, belerakjuk, és már tesszük vissza a dobozba, úgy, hogy egyébként látjátok, hogy megvan ez oldva, hogy azért valamilyen szinten ilyen moduláris legyen, mert azért megoldották most is, de arra se tudom nagyon használni. Ja, bocsánat, pénz. Igen, ezt akartam mondani, hogy akár a pénzt meg az árukat beletegyem. Pénzt elfelejtettem adni magunknak. 10 pénzzel kezdünk. Ez azért még jár nekünk, úgyhogy ezt ide teszem. Igen, ide a kártyák mellé. És azt nézem, hogy tulajdonképpen ez a zsák már nem is kell nekünk. Ennyi. Na, még jó, hogy elkezdtem itt panaszkodni. Ez eszünkbe jutott. Na, hát én nem is húznám tovább az időt, akkor nézzük, hogy miről is szól ez a játék, tehát nézzük akkor.